5 olyan erény, amit ha sikerül megőrizned magadban, mindig békében leszel a világgal. Az első erény. Nagy dolgokat vihetsz véghez, de soha ne feledd, hogy van egy kéz, amely vezeti a lépteidet. Ezt a kezet mi Istennek hívjuk, és mindig az ő akarata felé fog téged vezetni. A második erény. Néha egy kicsit abba kell hagynom az írást, hogy kihegyezzem a ceruzát. A ceruzának ez szenvedést okoz, de a végén hegyesebb lesz. Van olyan fájdalom, amit el kell tudnod viselni, mert jobb ember leszel tőle. A harmadik erény. A ceruza mindig hagyja, hogy kiradírozzuk azt, amit elrontott. Megérti, hogy ha kijavítunk valamit, amit rosszul csináltunk, az nem szükségszerűen rossz, épp ellenkezőleg. Fontos, mert az igazság útján tart minket. Negyedik erény. A ceruzában nem a fája vagy a külső formája a lényeg, hanem a grafit, ami benne van. Ezért mindig törődj azzal, ami a bensődben történik. Végül a ceruza 5. erénye. Mindig nyomot hagy maga után. Tudd meg, hogy az életedben te is ugyanígy nyomot hagysz a tetteid után. És ennek tudatában cselekedj.